Potori Robert 30 hektáron gazdálkodik. A fiatal szőlősi gazda a többi növénytermesztőhöz hasonlóan cseppet sem örül a korán jött, kellemesen meleg, kis szeles tavaszi időnek. Elmondása szerint a talajszárassága miatt a repce már régen időszerű tavaszi fejtrágyázását sem végezte el. Nagyon kívánná, de én úgy gondolom, hogy eső hiányában sajnos nem érzem értelmét kiszórni, tehát rengeteg menne a pocsékba a műtrágyából, és bizony nem olcsó a műtrágya sajnos, tehát jó meg kell gondolni, hogy mennyit szórok és mikor és hogyan. A szolnoki határban a káposztarepce egyelőre még viszonylag jó állapotban várja a tavaszi esőt, a kalászosok állapota azonban nem túl biztató. Nem vagyok elragadtatva sajnos tőlük, elég gyengécskék, ugye kezdődött egy aszályos ősszel, ami... Hát még csak-csak volt csapadékunk a folyamán kisebb hómennyiségében, de, de kevés volt. Talajművelés szempontjából jó telet mondhatok, mert a, akik tavasziakat most vetnek, kukorica napraforgó, elég jól lehet talajt művelni. A tavalyi kettős aszály után a viszonylag száraz tél és a napokban fújó igen erős szél is szárítja az egyébként is szikkat földeket. A fiatal gazda egyáltalán nem osztja európai kollégái derülátását. Elmondása szerint, ha folytatódik a szárasság, igen gyenge aratásnak nézünk elébe.